Hát keresünk, nem tudom, 1 milliárdot, valami hasonló összeget. Hát legalábbis vannak, akik már tudják, hogy hol kéne keresni, csak még egyelőre nem találják, ez az izgalmasabb és érdekesebb vége a dolognak. Makai István, a Roma Polgári Tömörülés elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Egyutali vizsgálóbizottságnak is tagja, annak a vizsgálóbizottságnak, amelyik ezt az 1 milliárdot keresi az Országos Roma Önkormányzatnál. Honnan van ott ennyi pénz? Szeretném akkor az elején leszögezni, hogy a kormányzat, a jelenlegi kormányzat bölcs volt, elismerte azt, hogy nincs erős Magyarország, a romák társadalmi integrációja, polgárosodása és munkaerőpiaci integrációja nélkül. Ezért a forrásokat biztosította, a hazai forrásokat és az uniós forrásokat egyaránt, és azt mondta, hogy tessék barátaim, csináljátok meg azt, amit az elmúlt 25 évben a rendszerváltoztatás óta nem történt meg. Ez mennyi meg. Pénzt rendelt? Nagyon-nagyon sok pénzt rendelt, tehát amit mi látunk, ez egy ilyen 10-15 milliárd forint, tehát soha ekkora összeget még kormányzat nem tett a roma ügybe bele. Azt gondolom, hogy ez jelzi a kormányzat elkötelezettségét, ugyanakkor jelzi azt a felelősséget is, amit a roma vezetőknek kellett volna ez ügyben képviselniük, hiszen valós történelmi esély volt arra, hogy oktatás területén, a foglalkoztatás területén jelentős eredményeket tudjunk elérni. A probléma az, hogy nulla eredmény, nagyon-nagyon sok pénz elköltve, nagy valószínűséggel, de nem az én tisztem és nem a vizsgálóbizottság lehetősége megállapítani azt, hogy történt-e bűncselekmény. A mi saját szempontunkból látva azt tudjuk mondani valószínűsítető, hogy történtek bűncselekmények, de a bűnüldöző szervek ezt majd hamarosan, meggyőződésem szerint meg fogják állapítani. Van itt 3, sőt 4 tag. Roma Polgári Tömörülés, Lungodrom, onnan 2, és a Roma Polgári Jogi Mozgalomtól ebben a vizsgálóbizottságban. 2-2 mindenhol. Ezt a vizsgálóbizottságot ki hozta létre, vagy milyen alapon jött létre, milyen mandátuma van vizsgálódni? Alternatív vizsgálóbizottság, én már ezt elmondtam több helyen, hogy a képviselői megválasztásunk az arról is szól, hogy mint képviselők, országos roma önkormányzati képviselők, kutya kötelességünk a választóinkat képviselni, meghatározva azt, hogy milyen ügyekben, hiszen létrehoztunk annak idején, alakítottunk, illetve kezdeményeztük, hogy jöjjön létre egy alternatív, illetve egy vizsgálóbizottság. Az országos roma önkormányzat határozatképtelenség miatt nem támogatta, ezért mi azt gondoltuk és úgy döntöttünk, hogy létrehozzuk ezt az alternatív vizsgálóbizottságot. Mennyire jutnak hozzá a dokumentumokhoz? Mennyire fogadják el az önök létét azok, akiknek át kéne adniuk az anyagokat? Sajnos ez egy fekete lúk, tehát azt gondoljuk, hogy bármilyen kéréssel fordulunk a hivatal vezetőjéhez és az elnökhöz, semmilyen dokumentációt nem adnak ki. A problémánk az, hogy valójában a rendszert, ami nem jól működik, azon szeretnénk változtatni. Meggyőződésem szerint mindannyiunk érdeke a közösség érdeke, a roma közösség érdeke, a magyar társadalom érdeke és a kormány érdeke az, hogy itt nagyon rövid időn belül lezáródjon ez az ügy, és nagyon rövid időn belül most már arról kellene beszélni, hogy kezdjük el a munkát. Tehát a mi célunk az, hogy egy tabula rasa, kezdődjék a munka, fogja meg Farkas Flórián, szorosan Hegedűs István kezdődjék, és szépen vonuljanak ki a roma közéletből. Nem elég. Mert itt megjelentek olyan cikkek, amik egyenesen Farkas Flóriánt vádolják azzal, hogy hát pár százmillió fűződik az ő kezéhez, zsebéhez ragadva ez a sikasztási ügyhöz. Nézze, nekünk az a fontos, hogy két részre bontanám. Az egyik az egy büntetőjogi kategória, hogy ott mit állapítanak meg a hatóságok, ez a hatóságok dolga lesz. Azért az nem mindegy, azt gondolom. Nem mindegy, de ne terhelje ez a roma közösséget. Itt azért vannak becsületesen, tisztességesen dolgozó roma vezetők, akik tenni szeretnék a dolgokat, és bíznak abban, hogy ezek a programok tovább fognak folytatódni. Farkas Flórián
csapata és Hegedűs István nélkül. A jelenlegi elnököt sem tudjuk az elmúlt fél éves időszakát megítélni szakmai szempontból, és hozzátenném, hogy ellene is eljárás folyik. A 6.-7. kerületi rendőrkapitányság hűtlen és anyagkezelés büntettében indított nyomozást, hiszen az ő regnálása alatt 2014. decemberében közgyűlési felhatalmazás nélkül fizettek ki bizonyos képviselőknek jutalmakat, és a hivatal dolgozóinak több 10 millió forint értékben. Önök meg most azt mondják a Nemzeti Nyomozó Hivatal előtt tartott sajtótájékoztatójukon, hogy lehet, hogy 1 milliárdot is zsebrevágtak azok, akik az Országos Roma Önkormányzatban fiktív számlákat írtak ki, és vettek fel ennek alapján összegeket. Tehát fogalmunk nincs, hogy kit, majd ugye ez lenne a nyomozóknak a dolga. De mondd ő valami nagyon fontosat. Ugye azt mondja, többet hogy... is. Hát igen. 10-15 milliárd volt az az összeg, ami fölött a Roma Önkormányzat diszponált. Ennek a nagyjából 10%-át kereshetik most az önök feltételezése szerint. Ez rengeteg pénz. Mondja, hogy itt az egyik vezetőt vádolják önök, hogy pénzt tapad a kezéhez, a másik vezető ellen eleve eljárás van. Ez egész egy olyan képet fog festeni megint, hogy adtunk sok-sok pénzt a romáknak, hogy legyen velük valami, hogy történjen végre valami. Na hát, és lám, mi történt? Hát az történt, hogy ellopták ezt a pénzt is. Nagyon egyszerűsített ez az olvasat. Hát azt gondolom, hogy tényszerűek legyünk. Van egy-két olyan roma vezető és a hozzájuk környeződő személyek, nevezzük őket bandának, akik bizonyos pénzeket megcsapolnak. Hogy emelhették fel őket ilyen magasra? Bizonyos pénzeket megcsapolnak, és van a kis szorgos hangya, ezek vagyunk mi, azok a roma vezetők, akik tisztességgel hát, akik teszik a dolgokat. Én értem, de ugye a vezetőiket önök választják. Tehát azért kérdezem, hogy emelkedhettek föl olyan magasra azok az emberek, akikre most darabra rámutatva azt tudja mondani, hogy ő is lop. Főszerkesztő úr, ez egy külön beszélgetést érne meg, hiszen nem ilyen egyszerű ez a képlet, hogy emelkedtek fel. Nem a roma közösség választotta őket, hanem a politika? Ennél azért bonyolultabb az ügy. Ugye egy választáshoz nagyon sok minden kell, de alapvetően három dolog biztos: pénz. És ha egyik oldalon ez rendelkezésre áll, a másikon pedig ebből mondjuk hiányosságok vannak, akkor nagy valószínűséggel... Értem, akkor honnan van a pénz? Hát a politikától. Jó, akkor ezt így most értjük. Szerintem legalábbis értjük. De ha megengedi, én... Válaszoljon már arra, amit felvetettem, mert ez egy szörnyű képlet. Mert hogy azt mindenki pontosan tudja, aki józan észre gondolkodik, hogy pénzre van szükség a roma közösségnek ahhoz, hogy különböző programokat, nevelési, oktatási programokat, álláshoz jutási lehetőségeket, stb. Meg tudjon teremteni, létre tudjon hozni, működtetni tudjon. Ezek a pénzek tűnnek el ilyenkor? Igen, és én azt gondolom, hogy lesz annyira bölcs, mind a miniszterelnök úr, mind a kormány, mind Balogh miniszter úr is, hogy ha a rendszeren belül, és ez a mi házunk tája lesz, és a mi portánk ez, nekünk kell ezen a területen, a roma területen rendet tennünk, lesz annyira bölcs, mind a két személy és mind a kormányzat, hogy azt mondja, hogy ezek a programokban, ha személyi változások meg fognak történni, és a saját házunk táján rendet tudunk tenni, akkor ezek a programok tovább fognak folytatni. Ezt nem kellett volna valamely hivatalnak vizsgálni, ahogy a roma önkormányzatnál hogy folynak a kifizetések? Ugye önök hoznak olyan embereket, mutatnak meg a nyilvánosságnak, akiknek a nevére ki voltak írva 10-100 fél millió forintnyi összegek, és akik sosem látták ezt a pénzt, nem is volt mire utazási költségelszámolást kiírni a nevükre. Hát ezt senkinek nem kellett volna ellenőriznie? Valójában ugye volt egy keretösszeg, volt egy összeg, amelyben a gazdálkodást, az Országos Roma Önkormányzat az egy önálló testület, saját gazdálkodást folytat, és jó gazda módjára kellett volna ezeket a forrásokat elkölteni. A kormányzatnak ott van szerepe, és a hatóságoknak, hogy ezeket a pénzeket hogyan, miképpen az elköltésüket hogyan ellenőrzi. Azt mondják... Például Hegedűs István az ÖRO elnöke, hogy egy tizedes veszőt elnéztek. A 140 millió az csak 14 millió, az 500 ezer az 500 forint, és így tovább. Megnézték még egyszer, vagy nem nézték el? Nem Hegedűs István úr mondta, ami érdekessége volt ennek a sajtóbeszélgetésnek. És igaza van, Bence Gáborné mondta. Ő a gazdasági vezető. És az az érdekessége, hogy egy sajtóbeszélgetésen, amikor egy ilyen súlyú
káosz, politikai, gazdasági káosz van az országos román kormányzaton belül. A két hivatal, az egyik a hivatalvezető, a másik a gazdasági vezető áll ki, és vádolja meg a képviselőket, azzal is fenyegeti meg feljelentéssel a képviselőket, az országos román kormányzat képviselőit jelenleg bennünket, hogy feljelentést tesznek, és tizedes vesztőket néztünk el. Azt gondolom kicsinyes, kis stílű és nagyon buta felvetés ez, hiszen nagyon sokan, tehát nincs tizedes veszős gondunk. A gondunk az, hogy hozzá nem értő emberek nagyon gyanús korrupciós ügyeket hajtanak végre az országos román kormányzaton belül, mivel pedig azt szeretnénk, hogy tiszta víz a pohárba, új rendszer, új személyekkel, tisztességes munka. Értem, feljelentésben bővelkedik az ügy, az LMP már feljelentést tett, önök is, ha jól tudom, feljelentést tesznek, ezek szerint önöket is fenyegetik, Makai István, köszönöm szépen, hogy eljött hozzá. Köszönöm. Jön a híradó, után pedig Vértes Andrással arról beszélgetünk, hogy miért van ez itt így.